Egy bonyhádi üzletbe ment be a két tolvaj, előre megegyeztek, hogy a náluk lévő hátizsákokat telepakolják a lopott árukkal. Szépen haladtak a termékek, gyűltek is, csak hogy egyikőjüket észrevette a biztonsági őr, aki azonnal hívta a kollégáját. A szarkák ekkor dulakodni kezdtek a munkájukat végző szakemberekkel, amiközben egyikőjük arcát megkarmolták. Ez nagy hiba volt, ugyanis ez már így rablásnak minősül, amiért akár 8 év börtönbüntetés is adható. Végül ennél jóval enyhébb ítélettel megúszták. Az elsőrendű vádlottat rablás büntettében, a másodrendű vádlottat pedig lopás vétségében találta a bíróság bűnösnek. Az elsőrendű vádlottat, akit súlyosabb bűncselekménnyel vádoltak, és ebben állapította meg a felelősségét, 3 év végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte, és 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. A másodrendű vádlott 1 év fogházbüntetést kapott, amit 2 évre felfüggesztett a bíró. Az ítélet jogerős, mert azt a vádlottak és az ügyész is tudomásul vették.